Az opera új évada, a magyar évad gyakorlatilag a legjobb helyen van most, hiszen ez a backstage, ahol most állunk, az operáz díszletkapuja, ez szimbóluma lehetne magának az évadnak, hiszen megmutatjuk azt a hátteret, azt a szerkezetet, amelyre két évszázad opera termése, magyar opera termése ráfeszült. És utána járunk annak, hogy honnan nőhettek ki a 20. századi magyar szerzők, vagy hogy milyen lábakon áll, milyen struktúrával bír a 19. századi magyar opera játszás, amely egyébként az opera játszás hőskora volt a mi hazánkat tekintve. Úgyhogy amikor Ruzicska Józseftől a 200 éve megírott Béla futásától eljutunk majd az adott évben született koprodukciókig, vagy produkciókig, akkor mindazt láthatjuk majd, amit most itt is. Az előkészületeket, a folyamatokat lehet sejteni, és aztán ott valahol mögöttünk a színpadon, a jelenben, vagy még inkább a jövőben egy új alkotás jön létre.